És közben, amíg megosztom ezt a közvetítést, ezt a videót, elmondom, hogy én előre elnézést kérek mindenkitől az esetleges iróniáért, cinizmusért, mert sajnos néha még előfordul a szavaimban az irónia, a cinizmus is. És én őszintén kívánom, hogyha netán megtörténik ebben a videóban is velem ez a probléma, azt inkább arra használjuk fel, hogy azáltal is megérezzük a helyzetnek a súlyosságát. Tehát hangsúlyozom, hogy az esetleges cinizmust meg iróniát én arra szeretném felhasználni a magam részéről, hogy érzékeltessem a helyzetnek a súlyosságát, amiben benne vagyunk, amiben benne van az emberiség úgy mindenestől, szőröstől, bőröstől. Tehát magamat is beleírtam. És azért is írtam bele magamat ebbe a dologba, hogy ezáltal is érzékeltessem azt, hogy én nem akarom okosabbnak, intelligensebbnek, jobbnak, különbnek ítélni magamat embertársaimnál. Sajnos én is nagyon sok tévedésbe beleestem az idők folyamán, amiből próbálok megszabadulni Isten segedelmével. Most a kérdés az, hogy van-e, aki megértsen téged? És gondolom, hogy a kérdés nagyjából mindenkinek ismerős, hogy van-e, aki megértsen bennünket? Úgy igazából tudjuk jól, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy megértésre leljünk, hogy megértsenek bennünket, megértsék az érzéseinket, a kínjainkat, a fájdalmainkat. Szükségünk van arra, hogy valaki levegye a terhet a vállainkról, hogy valaki megértsen bennünket, mert sokszor érezzük azt, hogy egyedül vagyunk. Nem tudjuk pontosan, miért érezzük azt, hogy egyedül vagyunk, és az igazat megvalva nem is vagyunk olyan túlságosan kíváncsiak arra, hogy miért érezzük azt, hogy egyedül vagyunk, hogyan kerültünk bele ebbe az állapotba. Pedig lehet, hogy jobban járnánk, hogyha az önsajnálat helyett feltennénk azt a kérdést, hogy hogyan kerültünk abba az állapotba, hogy egyedül vagyunk, és azt érezzük, hogy nincs, aki megértsen bennünket. Hogy kerültünk ebbe az állapotba? Egy korábbi videóban volt szó erről a témáról már, egy korábbi hangfelvételben, egész pontosan hanganyagban. Nem tudom pontosan a címe mi volt, de a lényege az volt, hogy Jézus nem engedte az ördögöt szerepelni. Amikor az ördög úgymond szerepelt, csinálta a színházat, ő nem engedte, lefegyverezte őt. És nagyon sokan vannak, nagyon sokan vagyunk, akik azt hisszük, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy bennünket megértsenek. A legtöbb ember ezt hiszi. Jó magamat, rossz magamat beleértve. Arra van szükségünk, hogy minket megértsenek. Engemet megértsenek. De nem tudom, hogy igazából mire alapozom ezt az igényemet. Hogy nekem arra van szükségem, hogy engemet megértsenek. Ki vagyok én, Einstein? Miért kell engemet megérteni? Mit kell rajtam megérteni? Mit akarok, hogy a másik embertársam, valaki, bárki megértsen rajtam, belőlem? Vajon nekem tényleg arra van-e szükségem, hogy engemet megértsenek, megértsék a fájdalmamat, a nyomorúságomat, a szenvedésemet? Sokan sajnos a világ teremtőit is, az Úristent is így erre próbálják felhasználni, hogy beszélnek neki, imáikban úgymond, imádkoznak hozzá, beszélnek neki, hogy Isten megértse őket. Teljesen biztos, hogy az Úristen, aki a világot teremtette, és aki látta, hogy az emberiség hogyan tér le az életnek az útjáról, teljesen biztos, hogy ő ért bennünket, érti a nyomorúságunknak a forrását, ez teljesen biztos. De vajon nekem van-e szükségem arra, hogy én neki folyton elmondjam, hogy fáj a szívem, fáj a lelkem,
fáj a bal fülem, a lábam, a karom. Mert nagyon akarom, ugye? Fáj a karom, mert akarom. Így van-e? Vajon ezért a helyes magatartás, hogy én folyton elmondjam az embertársaimnak, hogy nekem ez kéne, az kéne, amaz kéne, hogy nem érti meg senki sem az én vágyaimat, az én kívánságomat. Vajon az a dolgom, hogy elmondjam folyton az Úristennek, tegyük fel imába, hogy Istenem, nekem ez kéne, az kéne, ezért nem vagyok boldog, azért nem vagyok boldog. Hello! Hello! Van-e ott valaki? Mire van nekem szükségem? Neked mire van szükséged? Hogy folyton elmond valakinek a nyavajádat? Elnézést a kifejezésért. A fájdalmaidat? A nyomorúságodat? Vagy netán életedben először, talán most először, úgy döntesz, hogy arra van szükséged, hogy befogod a szádat, és nem nyavajogsz többet. Nem panaszkodsz. Nem te mondod el folyton az embertársaidnak azt, amit már egyébként is elmondtál 20-szor, 100-szor, 200-szor. Ugyanavval az eredménnyel mondtad el, drága barátom. Pontosan úgy, mint én. Semmi nem történt. Istent is azzal fárasztottad, úgymond, hogy ugyanazt elmondtad neki is, hogy mik a vágyaid, a kívánságaid, ez kéne, az kéne, amaz kéne, ez nem kéne. De semmi nem történt. És még mindig nem történik semmi. Tűnt-e fel? Valami történt-e? Megtörtént az életedben az, hogy ugyanazt a problémát, azt a nyavaját, azt a nyomorúságot, azt a fájdalmat elpanaszoltad embereknek. Többször. Sokszor. Jártál-e már így? Én jártam így. És elmondom, hogy mi változott. Azzal, hogy elpanaszoltam az embertársaimnak és az Úristennek, hogy mik az én problémáim. Egy szóban mondom, semmi. Semmi nem változott. Az ég adta világon semmi nem változott. Változott a korom. Nem a kéményben a korom, hanem az én korom. Az én korom változott, öregedtem. A bőröm egy picit meglazult, ráncosodtam. Imittam ott, fáj már. Ennyi változott. Közelebb kerültem a síromhoz egy néhány lépéssel. Másképp semmi nem változott. Semmi más nem változott, egész pontosan. Pedig olyan sokszor elmondtam már ugyanazt. Embertársaimnak, és Istennek is. De sehol semmi reakció. Muszáj volt elgondolkozzak azon, hogy vajon a módszerem helyese. Egyáltalán van-e értelme ezt gyakorolnom, hogy elmondjam neked, neki, a harmadiknak ugyanazt, amit már többször elmondtam. Sőt, még Istent is azzal fárasztam, úgymond, hogy neki is ugyanazt elmondom. Elmondom a véleményemet, nagyon fontos, értékes véleményemet, amire senki nem kíváncsi. Talán még Isten sem, sőt, teljesen biztos nem kíváncsi. Vajon még mindig ezt kell csináljam? El kell gondolkozzak én azon, hogy jó ez nekem, mert próbáltam a módszert, ugyanúgy, mint a televízióban, mint a filmeken, mint a valóságshowban, mint a Facebookon. Próbáltam, hogy elmondjam, hogy valaki megértse. Nem működött. Semmi nem változott, csak a korom. Öregedtem egy picit. Ennyi változott csak. És ez készített többek között engemet arra, hogy elgondolkodjak. Vajon nekem arra van szükségem, hogy ugyanazt még egyszer elmondjam? Ezért egyedikszer is elmondjam? Elpanaszoljam? Vagy pedig arra van szükségem, hogy valamit én halljak meg? Valamit hát, ha én meghallanék, amit én korábban nem hallottam, korábban nem vettem észre. Lehetséges, hogy nekem inkább erre van szükségem? Hogy neked erre van szükséged. Hogy ne te mondd el ugyanazt a slágert, az örökzöld slágert, ami nem akar meghalni örökzöld, hanem hogy te halljál meg valami újat, amit ha be tudnál venni valahogy, be tudnál intézni a szívedbe, a lelkedbe, talán-talán valami megváltozna.
Mit szólsz ehhez? Elképzelhető-e, hogy nem engemet kell megértsenek, nem én kell megértessem magamat, mert nem vagyok egy felfedező, nem vagyok egy Einstein, hanem talán én kéne valamit megértsek, amit korábban nem láttam, és ami engemet oda vezetett, hogy folyamatosan azt a slágert hajtottam. Folyton panaszkodtam neked, neki, harmadiknak, ötödiknek, századiknak. És még a mindenség urának is, ráadásul. Ugyanabban a sikerrel persze. Semmi nem változott. Drága utitársak, barátaim, ellenségeim, ha van olyan itt, hallgatók között. Isten nem arra van, talán a barátok sem arra vannak, az igazi barát nem arra van, hogy ugyanazt a mondókát meghallgassa 501-szer is tőlem. A humanista barátok, az ilyen barátok köztből való barátok, az ilyen sci-fi regényekből való barátok, ők eljátszák, hogy jaj, meghallgattalak, még egyszer meghallgattalak, még egyszer elpazoltam az időmet, teljesen fölöslegesen meghallgattalak. De te sem erre nem mozdultál. Sem az embertársaink, sem az Úristen nem arra van, hogy engemet meghallgassanak, hogy engemet megértsenek. Mert én semmi olyat nem fedeztem fel, drága barátaim. Én ugyanazt ismételtem, amit a világ teremtése óta és az ember bukása óta ismétel az egész emberiség. Én ugyanazt ismételtem egész életemben, amit a világ teremtése óta, egész pontosan az ember bukása óta ismételget az emberiség. Mit kéne ezen megérteni? Bárkinek is. Valaki tanulja el tőlem a nyomorúságot? Ezt kéne megérteni ezen? Te ezt mondja meg, hogy valaki tanulja meg tőlem a nyomorúságot? Nem engemet kell megérteni. Nem arra van szükségem, hogy engemet megértsenek, mert én semmi újat nem hoztam a világba. Én ugyanazt másoltam, ugyanazt szerokszoltam, amit Ádám és Éva ugye a teremtés könyvében, ugye az Édenkertben elrontott. Ugyanezt szerokszoltam, most én ezt értessem meg valaki mással, hogy ő is tanulja el tőlem. Biztos ezt akarom? Most őszintén. Ezt akarom? Nekem van szükségem arra, hogy én megértsem azt, ami tökéletes, ami még nem volt elrontva, ami rontatlan, ami igazi, ami élő, hogy azáltal kiírtsam magamból azt, ami miatt én folyton panaszkodni akarok, nyavajogni akarok. Nem arra van szükségem, hogy engemet megértsenek, hanem arra, hogy én megértsem a logosz. Logosz, ugye? Az ige, a logosz. Mi az ige? Az életnek a tökéletes tervrajza, ami működik, ami tökéletes, amiben élet van. Mert hogyha azt én megértem, annak a fényében rögtön ki tudom küszöbölni minden panaszomat, minden nyavajgásomat, és nem lesz szükségem arra, hogy engemet megértsenek, hanem arra lesz szükségem, hogy én még többet megértsek ebből, mert örömömet lelem abban, hogy helyre áll az életem. Az életem helyre áll. Abban örvendezek, annak örvendezek, hogy az életem helyreáll. Jézus 2000 évvel ezelőtt nem azért jött, hogy megértsen mindenkit. Ez az amerikai filmekben ez van persze bemutatva. Ezért mondtam azt már nagyon sokszor, hogy egy torz Jézus kép van az emberek fejében. Egy olyan Jézus kép, aminek valójában nem túl sok köze van az ő valóságához.
nem azért jött, hogy ő meghallgasson mindenkit. Hát mit hallgasson meg? Ő tökéletes, ő a tökéletességből jött. Mit hallgasson, mit akarsz neki mondani? Gondolkodj azon, hogy mit akarsz neki mondani. Azt, amit a filmen láttál, és ami nem működött. Azt akarod neki elmondani? Vagy pedig inkább az, hogy te, az igazat megva, én amit a filmen láttam, kipróbáltam és nem működött. Őszintén bánom. Én már többet nem akarom én a filmeket utánozni, az embertársaimat másolni, szerokszolni. Én többet nem akarok az emberek után járni. Nekem van szükségem, hogy én megértsem. Ha te mondanál nekem valamit, és azt mondja erre megváltó, persze, azért jöttem, hogy mondjak valamit. Csak azok számára, akik készen állnak arra, hogy befogadják azt, akik már belátták azt, hogy nem arra van szükség, hogy őket megértsék, hanem arra van szükség, hogy ők megértést nyerjenek a tökéletességből, barátom. A tökéletességből. Ezekhez jött Jézus. Nem a farizeusokhoz, nem a filozófusokhoz. Nem azokhoz, akik arra vágyanak folyton, hogy őket megértsék. Hát minden ego arra vágyik, hogy ő tovább tudja adni az ő gyarlóságát, az ő hibás életkódjait. Minden ego arra vágyik, hogy a szemetét tovább locsintsa. Egy másik embernek az elméjébe, a szívébe, lelkébe. Ez az ego. Az elbukott ember, amelyik hatalmas nagy ambícióval, magabiztossággal megy a kározat felé. Ez az ember. Jézus nem az ilyenekhez jött, hanem azokhoz, akik már belátták azt, hogy embereket követtek. Hibás életfelfogásokat követtek, hibás filozófiákat követtek. És attól van nekik olyan sok mondandójuk. Sok panaszuk. És azért akarják, hogy megértsék őket. Hát Jézus érti őket, teljesen biztos, megérti őket. Ő tudja, ő egész pontosan tudja, hogy hogyan kerültél abba az állapotba, amiben vagy. Nem kell neki elmond. A világ teremtőjének ő tökéletes, mindenhol jelen van, mindent lát. Ő tökéletesen tudja, hogy hogyan kerültél abba az állapotba, amiben vagy. Nem is kell neki elmond jóformán. Megért téged, teljesen biztos. A kérdés az, hogy te megérted-e őt? Te megérted-e őt? Egyáltalán kíváncsi vagy arra, hogy ő tud-e mondani valamit neked? Egyáltalán a kérdés megfogalmazódik-e benned? Felmerül-e benned a kérdés, hogy valóban élője az Isten, akiről a Biblia bizonságot tesz, az Ószövetség, és az Újszövetség, és a legtisztábban Jézus Krisztusnak a beszédei, tanításai, a bölcsessége, a szeretete, a jelleme. Vajon tényleg igaz-e, hogy tud valamit ő mondani nekem, ami miatt nekem megszűnik a panaszkodásom, a folytonos panaszkodásom, a nyavajgásom, és már nem arra vágyok, hogy engemet megértsenek. Azt, amit már 500-szor elmondtam, még egyszer elmondhassam, nem arra vágyok, hanem arra vágyok, hogy én megértsem még jobban, és aki éhezik és szomjúzik, annak továbbadjam, örömmel, ingyen továbbadjam, mint ahogy én is kaptam. Szinte még rimelt is. Teljesen biztos, hogy van, aki megértsen téged. De a kérdés az, hogy neked van-e egy tökéletes Istened, akit te meg tudnál érteni, megérthetnél, aki az életedet helyre tudná állítani? Ez a kérdés. Téged kell-e megérteni, vagy te kéne megértsél valamit, valami nagyon fontosat, amit több évtizeden keresztül figyelmen kívül hagytál? Ez a kérdés.
Úgy gondolom, hogy érthetően tudtam fogalmazni Isten kegyelméből ezt a felvételt. Én továbbra is felhívom minden kedves barátom, ellenségem, utitársam, igazságkereső embertársam figyelmét arra, hogy ez a megértés, amit én most közöltem ebben a videóban, ez csupán része, csupán töredéke annak, amit a tökéletes Isten, az élet szerzője előkészített az emberek számára. Nem az az, hogy én dolgom, hogy én folyton megmagyarázzak mindent, hogy én folyton leleplezzek mindent mindenki számára. Nem ez az én dolgom. Hanem az én dolgom az továbbra is, drága embertársam, hogy felhívjam a te figyelmedet, és mindenki figyelmét, aki engemet hallgat, hogy létezik egy élő Isten. Az ő tökéletesen kijelentett szava, amiben élet van, Jézus Krisztus volt. Nem egy vallás. Egyik sem. Egyik sem. Hanem az ő szava, az ő élete, az ő tanításai, aki azt gyermekgyalázattal a kezébe veszi, a szívébe veszi, a lelkébe veszi, az, az ember élni fog, meg fogja tapasztalni az igazi életet. Megszűnik a nyavalygás. Nem arra fog vágyni, hogy valaki megértse őt. Azt, amit ő már 500-szor elmondott, hanem többször. Hanem arra fog vágyni, hogy abból a szépből, abból a tökéletes kenyérből, abból a finom mindennapi kenyérből még többet kapjon, mert nagyon jó ízű, táplál, élet van benne. És arra fog vágyni, hogy megtöri azt a kenyeret, és továbbadja az embertársainak, hogy ők se nyavajogjanak fölöslegesen. Mert az nem visz sehova, az önsajnálatba, a kórházi ágyba, és a temetőbe, és utána meg a kárhozatba. Sajnos. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, hogy meg is értse, hogy teljes szívével tudjon Istenhez fordulni, mint gyermek. Nem egy valláshoz, ne hozzám, ne egy másik emberhez. Tiszta ingyen elérhető mindenki számára, 4 evangélium. El lehet olvasni, otthon, egyedül, anyukával, apukával, férjeddel, feleségeddel, együtt, imában, alázattal. És jönnek a kijelentések. Jön a megértés. Jön az elhívás. Jön az életöröm. Nem annyira komplikált ez. Isten áldjon mindenkit, további szép estét. Sziasztok!